Elérkeztünk egy újabb epizódhoz, a mai napon a biológiai szennyvíztisztító berendezés kapja a főszerepet. E téren nem rendelkezem jelentős mennyiségű információval, így a megszokott módon van, aki jobban tudja, egy szakértő lesz a beszélgető partnerem a következő pár percben. Aki pedig jobban tudja, az nem más, mint az Ökotech Home Kft. Ügyvezetője és tulajdonosa, Krasznói Anna. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Az első kérdéssel neki is ugranék ennek az interjúnak. Kik vagytok, mióta vagytok a piacon és mivel foglalkoztok? Üdvözöllek titeket! Az Ökotech Home Kft. 2004 óta foglalkozik egyedi szennyvíztisztító kisberendezésekkel. Kezdetben úttörőként voltunk a piacon. Azóta viszont egyre jobban elterjedt ez a megoldás, nekünk több ezer ügyfelünk használja az egyedi szennyvíztisztító kisberendezéseinket, jellemzően csatornázatlan helyeken. Az előbb elhangzott, hogy olyan területeken van elsősorban telepítve ez a berendezés, ahol nincsen csatorna. Van előnye máshol is, vagy miért van szükség tulajdonképpen erre a rendszerre? Az egyedi szennyvíztisztítóknak nagyon sok helyen lenne előnye, olyan helyeken is, ahol van csatorna, közcsatorna, viszont ott jelenleg nem engedélyezik azt, hogy valaki ne kössön rá a csatornára, hanem az egyedi szennyvíztisztítót válassza, úgymond közérdek, hogy a kiépített csatornára a lakosság rákössön. Fontos tudni, hogy nagy különbség az egyedi szennyvíztisztítóknál a tisztított víz helyben, az ingatlanon belül marad. Nagy részt a közcsatornánál viszont elkerül, tehát kisebb-nagyobb vízfolyásokba, Dunába, Fekete-tengerbe, és ez a jelenlegi aszályos években nem igazán előnyös. Ha jól értem, akkor a jogszabály nem engedi azt, hogy ahol van csatorna, oda ilyen rendszert telepítsetek, akármennyire is előnyös, akkor is kötelezik a vásárlót arra, illetve a teleknek a tulajdonosát, hogy mindenképpen a hálózatra kössön rá. Felmentést lehet olyan esetben kérni, amikor alá lehet támasztani gazdasági számításokkal, hogy aránytalanul nagy költséget jelentene a rákötés, jelentős útfelbontást, átemelők kiépítését, ugye az átemelők később meg is hibásodhatnak, üzemeltetési költségük van. Ilyen esetekben előfordul, hogy megengedik, vagy eltekintenek a csatorna rákötéstől, és engedélyezik az egyedi szennyvíztisztítót. Azonban, ha ilyen gazdasági számítást nem tudunk bemutatni, akkor a csatornára kell rákötni. A lakóingatlanok jó 80%-a köthető rá jelenleg Magyarországon. Tehát azért még elég nagy azon ingatlanok aránya, azon lakóingatlanok aránya, ahol ez alapból sem elérhető. És akkor amellett még, ha rákötünk a hálózatra, ez az egyik opció. A másik opció, amit alapban az ember elsőként gondol, a régi emésztő, ahol lyukacsos téglából kirakták, elszivárog minden, és van a zárt betonnal, bitumenes lemezzel zárt emésztő, vagy pedig a műanyag tartály. Mi a különbség, hogyha ezek mellé kéne tennünk a biológiai szennyvíztisztítót? Ugye a téglát még el tudjuk képzelni, lyukacsos, elengedi a vizet, elenged többé-kevésbé mindent időnként, ezt ki kell takarítani, vagy ki kell emelni a maradék anyagot abból, ezt értjük. A zárt emésztővel, ha össze kéne tennünk, itt akkor ennek mi a rövid működése, hogyha össze lehetne foglalni pár szóban? Hát, hogyha most a teljesen vízzáró emésztővel állítjuk szembe, ami egyébként elég kicsi hányad a tapasztalataink szerint a létező emésztőknek, akkor ott szippantási költség elég jelentős merül fel, ez lehet 50-60 ezer forint is havonta egy négyfős családnál, ami elég tetemes költség. Másrészt környezetvédelmi szempontok alapján egyáltalán nem előnyös, hiszen egy olyan szennyvíz, ami a hetekig, akár hónapokig egy helyben van, az már nem tisztítható meg megfelelően. Olyan gőzőgázok keletkeznek, amik károsak. Elég nagy környezetterhelést jelent, mind a szennyvíztelepekre, ahol ezek beérkeznek, mind a közúti szállításra való tekintettel. Szóval költségében az ember azt gondol, hogy egy zárt műanyag tartalmán kedvező báron beszerezhető, mint egy biológiai szennyvíztisztító, de hogyha összevetjük az egészet, ugyanúgy le kell telepíteni, gondolom a telepítésnek itt is azonos folyamatban földmunka, letelepít, az ember ott hagyja szintén. Hogyha szinkronba kellene tennünk a kettőt, akkor egy picivel kedvezőbbnek tűnik a műanyag vagy az acéltartály, de annak van egy járulékos költsége a havi szinten, vagy mondjuk éves szintre lebontva, ami azért elég jól megnyomja az egész. És erről nem is beszéltünk korábban, hogy én ezzel nem voltam tisztában, hogy
a szennyvíz maga az kártékonyabbá vagy károsabbá tud válni az idő elteltével, mert hogyha jól értem, akkor a biológiai szennyvíz tisztító az tulajdonképpen azonnal elkezdi feldolgozni és lebontani a szennyvizet valamilyen szinten? Vagy... Igen, azonnal, és olyan esetekben, amikor nagyobb mennyiségű szennyvízlök egyszerűen keletkezik, akkor mi is olyan puffertartályokat alkalmazunk a berendezések elé, ami levegőztetve van. Tehát van egy 6 órás szabály, hogy 6 órán túl már nem megfelelően megtisztítható a szennyvíz, tehát levegőztetni kell addig is folyamatosan. Technikailag érkezik a WC-ből a küldemény, bemegy a tartályba, és 6 órán belül azonnal kikerül? 6 órán belül annak a szennyvíztelepre el kellene kerülnie, igen. És akkor mivel ez egy pici szennyvíztelep, ezt a múltkor beszéltük, tulajdonképpen az általatok forgalmazott biológiai szennyvíztiszt, az egy tökéletes másolata, vagy valamilyen hasonló másolata egy normál nagy rendszernek, akkor feldolgozza, és akkor a 6 óra múlva a szivárgóba, mert ugye erről majd beszélünk, hogy milyen részei vannak ennek a rendszernek a telepítés folyamán, majd lesz erről videó, a szivárgóba akkor majd többé vagy egy tisztított víz kerül be. Igen, de nem pontosan így értettem a 6 órát. A 6 órát úgy értettem, hogy 6 órán belül be kellene kerüljön a szennyvíztisztító berendezésbe a szennyvíz, a nyers szennyvíz, vagy a köztes időbe levegőztetni szükséges. Ebben az esetben, mivel házi rendszerről van szó, akkor a 6 órán belül azért el fog jutni. Igen. Jellemzően, igen. Ha csak nincs dugulás, jó. Az ártemészen akkor nem 6 óráról van szó, hanem megvárjuk, amíg a 8 köbméter tele, majd hetek, hónapokról, igen. Értem. És akkor ugyanennyire rosszat teszünk akkor, amikor kifurkáljuk az ártemészt oldalt, hogy majd valahová szépen elszivárat, hogy mert a falvakban ez jelen. Hát akkor is eléggé rosszat teszünk, igen, a talaj körülötte elszappanosodik, a kutak nitrátosak lesznek, tehát elég rosszat teszünk. És most már vannak olyan területek, hogy ennek kapcsán kerültünk veletek kapcsolatba a Balaton törvény miatt, például a Balaton bizonyos vonzás körzetén belül eső falvakban, ahol nincsen csatorna, ott nem engedik azt, hogy zárt emésztőt tegyenek le. Ha utána jártunk az egésznek, valahol még a régi házakhoz kialakított régi emésztőrendszerek azok működnek, azokat nyilván nem kell felülírniuk, de az új házaknál már csak ezt a rendszert engedik, és ugye itt volt felülvizsgálata is ennek, szóval tényleg annyira komolyan veszik ezt a dolgot a Balaton körül, hogy jöttek és megnézik azt, hogy a terep megfelelő ahhoz a kialakítás előtt minden engedély szükséges. És ha már az engedélyhez értünk, mert az engedély fontos része, nekem fel van írva, mit kell tudnunk az engedélyhez tetésről, a folyamatról? Hosszú hetek, hónapok, adtok-e segítséget a vásárlóknak az engedélyeztetéshez, vagy pedig nekik kell baktatniuk papírral a hónuk alatt hivatalról hivatalra? Hogy működik mindez? Tervezőkkel dolgozunk együtt, akik segítségére vannak az ügyfeleinknek, elkészítik a tervdokumentációt, és szükség esetén tartják a kapcsolatot az aktuális önkormányzattal is, mert ez helyi jegyzői hatáskör egy családi háznál vagy egy nyaralónál az engedélyeztetés. Korábban volt, úgy tudom, egy ilyen 15 napos határidő az ügyintézésre, ez most úgy tudom nincs érvényben, de néhány héten belül szokták engedélyezni a jegyzők a berendezést. Sajnos van néhány település, ahol mindenféle indoklás nélkül megtiltották a létesítést, pont ellentétesen, mint a Balatonnál, ahol kötelező az egyedi szennyvíztisztító, és nem lehet emésztő. Vannak települések, akik a helyi építési szabályzatba belevették, hogy nem lehet egyedi tisztítót telepíteni, hanem csak zárt emésztőt. És ezt meghatározták, vagy mi indokolták, hogy mi ennek az oka? A helyi építési szabályzatok nem tartalmaznak indoklást, úgyhogy most ezzel kapcsolatban levelezésben is vagyunk a minisztériummal. Érdekes, mert a Mátrában volt egy házunk 2 évvel ezelőtt, ott szintén ez volt egy nagyon szép ház az erdő mellett, egy túra útvonal kezdeténél az utolsó ház volt, és ott is azt mondták, hogy zárt emésztő. Szóval nem foglalkoztak vele, hiába volt pont az erdő lábánál egy hosszú túra vonal tulajdonképpen kezdeténél, ott sem foglalkoztak. Igen, ezek általában teljesen indokolatlanul vannak ezek a szabályok, ráadásul az önkormányzatnál dolgozók is pontosan tudják, hogy az ártemésztő 99%-a sörös üvegmódszerrel készül el, de az jó, és az egyedi szennyvíztisztítót pedig nem fogadják el. A sörös üvegmódszer az, amikor beépítenek sörös üveget a falba, és utána összetörik? Igen. És akkor gyakorlatilag a lyukon minden megy, amerre lát.
Terhelés kapcsán még egy kérdésem lenne, mert hogy azt mondtad, hogy megtervezik a tervezőitek a rendszert, és akkor engedélyeztetik. Mit lehet tudni? 4 fős család, 6 fős család, 8 fős család, néha használjuk, nyaralóként használjuk, folyamatosan használjuk. Milyen információk alapján állítják össze, vagy állítjátok össze ezeket a rendszereket? Hát nagyjából ezek alapján az információk alapján. 6 ember, 8 ember. És ami még fontos, hogy az adott ingatlanon, illetve a szennyvíztisztító tervezet helyén, a szivároktató tervezet helyén milyen a talajnak a szikasztóképessége. Hát vagy laborvizsgálat alapján tudják megállapítani, vagy pedig van egy úgynevezett szikasztási próba, ami eléggé bevált, viszont az ügyfelek aktivitását igényli egy kicsit, mert egy gödröt kell ásniuk, és ott figyelniük, hogy hogyan süllyed a vízszint. Viszont ezt alapul tudja venni a tervező, és akkor itt ki tudja számolni, hogy mennyi alagút szükséges. Persze olyan is van, ahol már annyira sokat dolgoztunk, hogy nagyjából így tudjuk, hogy mire lehet számítani, és akkor ott nem feltétlenül ragaszkodunk ehhez a vizsgálathoz. És a terhelési szint, ha mondjuk egy 6 fős család, hogy kell-e többel gondolkodunk, mint a hányan vagyunk, 5 fős család vagyunk, de mi van, hogyha mondjuk átjönnek a rokonok egy hétvégére, vagy mondjuk van egy lakodalom, és plusz 20 ember ott van nálunk. Mit bír el mondjuk az adott főre készített rendszer, mennyi extrát bír el, és milyen hosszan, ez egy másik kérdés szerintem. Hát a legkisebb berendezés a CE szabvány szerint a 6 fős berendezés, tehát az 1-2 fős háztartások is a 6 fős berendezést használják, viszont ez akár 30%-os túlterhelést is elbír folyamatosan. Ja, hogy folyamatosan is. Folyamatosan, igen. És azért egy vendégség az nem azt jelenti, hogy mindenki ott zuhanyzik, vagy ruhát most, tehát ez nem jelent jellemzően olyan nagy terhelést, nem szokott problémát okozni. Annyit szoktunk javasolni, hogy ilyenkor a levegőztetést, mert ugye általában van egy vezérlés, ami szakaszolja a levegőztető működését, hogy hagyják a levegőztetést maximumon ilyenkor néhány napig. A terhelés miatt. És még egy dolgot elcsíptem, mossuk a ruhánkat, és tusolunk. Mivel moshatjuk a ruhánkat, mivel moshatjuk ki a WC-t, meg a mosdókajlót, hogyha takarítani szeretnénk, mert ugye ehhez kapcsolódik az, hogy tulajdonképpen mitől biológiai ez a szennyvíztisztító, és mi az, ami lebontja a dolgokat, és mivel nem teszünk kárt abban az egységben, ami dolgozik azon, hogy eltüntesse a szennyvizet. Igen, szennyvíztisztítóban egy baktériumkultúra, illetve különböző alacsonyabb rendű mikroorganizmusok bontják le a szennyvizet, gyakorlatilag ez a táplálékuk, és van egy egyensúly a szennyvíztisztítóban. Azért is szoktuk mondani, hogy beüzemelés után, vagy olyankor legyen a szennyvíztisztító beüzemelése, amikor mondjuk egy 2-3 hétig éppen nem elutazni, nyaralni fog menni a család, hanem ki tud alakulni ez az egyensúly a berendezésben, és optimális esetben ez folyamatosan fenn fog állni. Nyilván lesz, bekerül valami kisebb mennyiségbe, akkor egy kicsit lehet, hogy átmenetileg rosszabb az iszap, de aztán utána ez stabilizálódik, tehát ez igyekszik, hogy folyamatos egyensúlyi állapotba kerülni, nem kell pótolni később semmit, tehát ez nem egy oldó medence, ahol mondjuk egy szeptifoszt kéne adagolni, vagy ilyesmi. Viszont vannak dolgok, amik ezt a baktériumkultúrát ki tudják pusztítani. Ezek az erősen savas, vagy erősen lúgos dolgok leginkább, meg hát olyan vegyszerek, amik mondjuk az emberi szervezetre is egyértelmű, hogy károsak lennének. Most a háztartásban a leggyakrabban használt, és a szennyvíztisztító baktériumkultúrájára káros a Hippo és a Domestos. Meg kell tanulni ezek nélkül élni. Amúgy az ügyfeleinknek, hát valakinek ez nehezebben megy, de a legtöbben elég könnyen elhagyják a Hippót és a Domestost, és rájönnek, hogy valójában ezek
elég mérgező anyagok, tehát nem csak a baktériumokra károsak, de az emberekre is. Mosóporokat, szappanokat, akkor nem kell speciálisan bioszappanokat vásárolnunk ahhoz, hogy nem ebben a házban lakhassunk. Tehát bírja a szennyvíztisztító, a Tomi mosószert, a mosogatószert, a piacon kapható tisztítószereket, általános háztartási tisztítószereket bírja. Azért szoktuk javasolni, hogy figyeljünk arra, hogy minél inkább lebomló, minél inkább környezetbarát szereket használjunk, mert nem csak a tisztított víz, de a stabilizált iszap is optimális esetben komposztálást követően visszakerül a kertbe, és nem mindegy, hogy a kertünkben mennyi szermaradvány lesz jelen. Mielőtt még a telepítés folyamatára és a hosszára rámennénk, mert ez a következő kérdés még annyi, hogy mennyit bír ki maga a baktérium állomány, ha mondjuk elmegyünk egy világkörüli útra? Egy hetet, kettőt, hármat, négyet, vagy akár hónapokat is? Ez mindig egy kicsit más, mert ugye van egy kiinduló állapot a szennyvíztisztító berendezésben. Az a tapasztalat, hogy télen akár hónapokat, tehát 2 hónapot is simán kibír. Hidegben jobban bírja? Akkor hidegben jobban bírja, mert lassabbak a folyamatok. Nyáron lehet, hogy ez csak 3-4 hét, és lehet megelőző intézkedéseket tenni, tehát hogyha valaki ősztől tavaszig nem szeretné használni a berendezést, akkor azt szoktuk javasolni, hogy szippantsa ki a tartalmát, és csak egy minimális mennyiséget hagyjon benne, és tavasszal abból újra tudja indítani. Szóval nem szükséges minden alkalommal, ha mondjuk egy ilyen megszakítás van, akkor újra az állományt újra feltölteni, Általában el szokott tudni így telelni, ez a baktériumkultúra. Előfordult már egy-két esetben, hogy nem működött ez, és újra kellett indítani tavasszal. Az újraindítás kapcsán csak hogy van egy olyan kérdés, hogy milyen meghibásodási lehetőségek vannak, hogyha mondjuk elfelejtünk ezzel foglalkozni, és nyilván a rendszer önmagában működne, de tényleg valami oknak köszönhetően nincs ott senki hónapokon keresztül. Az újraindítás művelete, az állomány beszerzése és telepítése az több napos folyamat, és jó sok pár százezer forint, vagy ezt hová lehetne lőni? Egy az, hogy a feltöltés és az ezzel kapcsolódó, vagy az ehhez kapcsolódó költség. Hát a legrosszabb eset, hogy valaki mondjuk túl sok ideig hagyta magára a berendezést, vagy kiölte hipóval a tartalmát, akkor teljesen ki kell szippantani nullára a berendezés tartalmát, kitakarítani, tiszta vízzel felönteni, és új oltóanyaggal elindítani. Azért ez pár tízezer forint, azért százezreknek nem mondanám, de pár tízezer forint. Ez azért megmutatom, mert általában az emberek hajlamosak nem figyelni arra, amire figyelniük kell, köztük én is, azért jogos a kérdés. Van esetleg bármilyen alternatív módja annak, hogy életben tartsuk a baktériumot, ha tényleg egy világkörüli útra megyünk, és nem leszünk otthon 2 hónapig? Mit mondjuk a szomszédnak? Adjunk egy kulcsot, hogy járjon át mondjuk hetente egyszer a családdal. Igen, ez is egy alternatív hogy kooperálunk a szomszéddal, aki néhány naponta valamennyi cukrot vagy kefírt beleönt a berendezésbe. Szóval nem kell átjönni a családnak a dolgát elvégezni a házunkon, akkor ez egy sokkal könnyebben megoldható dolog, akkor itt cukorral vagy akár kefírrel, tejfővel mindez megoldható. Hogy valamennyi tápanyaga legyen. Ha magát a rendszert letelepítettük, akkor nem nincsenek járulékos költségei, azt követően sok százezeres terhek, amik érkeznek havi szinten, ez fontos szerintem tudnunk. És hogyha a telepítésnél vagyunk, a telepítés hossza, megvan az engedélyeztetés, megvan a rendszer. Egyébként a rendszer kapcsán milyen gyorsan tudtok rendszereket szállítani? Hosszú-hosszú hónapokat kell várni, mint az építőipar egyéb szegmenseiben állomásozó kivitelezőkre, vagy pedig ti van készlet és tudtok érkezni viszonylag rövid időn belül? Hát megrendeléstől számítva általában 2 héten belül szoktuk tudni vállalni a szállítást. A nagyobb berendezéseknél ez lehet kicsit hosszabb, ez most a 6 fős legkisebb berendezésre mondtam a 2 hetet, de ugye egészen 50 fős berendezésig gyártunk és telepítünk, sőt akár több 50 fős berendezést is össze tudunk kapcsolni, nagyobb telepeket is tudunk kivitelezni. Nyilván ezeknek az áthutása hosszabb, de az alapeset az a 2 hét. Úgyhogy van folyamatosan kapacitásunk, erre készültünk, mert ugye nem csak az egyedi ügyfeleink részére dolgozunk, hanem szoktak lenni településszintű projektjeink is. Most is dolgozunk egy
egy olyan településen, ahol 120 berendezést kivitelezünk. Ez a 120, ez csak egy ilyen mellékes kérdés, ez egybe van kötve, pedig 120 különálló? 120 különálló. Szóval nem kevés, akkor el vagy több foglalva. És ha megvan a két hét, a szállítási két hétről beszélek, utána a telepítés az mennyi idő? Mivel jár? Mit kell elképzelnünk a telepítéshez? A telepítés előtt mindenképp ugye helyszíni szemlét kell végezzünk, meg kell nézzük, hogy honnan, hova vezetjük a csöveket, hogyan fektetjük, hogyan fog a munkagép beférni, honnan, hova tudja pakolni a földet, és akkor ez egyáltalán milyen munkagép fér be arra az adott ingatlanra, és hát az a tapasztalat, hogy szinte mindenhol egy napon belül megoldható a telepítés. És hogyha a telepítés megvan, bekerült a földbe, az egész rendszer össze van kötve a házzal, akkor a feltöltést követően akár már másnap indítható a használata? Igen, igen. Tehát, hogy délelőtt felvonulunk, és késő délutánra használatba vehető a rendszer, igen. Akkor ez egy nagyon rövid idő alatt átfutatható dolog. Megrendeltük, megterveztétek, kiszállítottátok, telepítve van, használjuk, nem hal ki a baktérium, minden szuper. Van-e egyéb teendőnk ezzel kapcsolatban? Elhangzott az előbb az iszap szó. Mit kell tennünk az iszappal? Mi az iszap tulajdonképpen, és hogyan tüntessük el, és honnan kell ezt eltüntetnünk? Ebben a kis tisztító berendezésben, ugyanúgy, ahogy a városi nagy telepeken, keletkezik a szennyvíz lebontása során nem csak tisztított víz, hanem úgy nevezzük, hogy stabilizált iszap. Tehát ez a másik mellékterméke a szennyvíztisztításnak, ez valójában a szerves anyag része. És a városi telepeknél megvan oldva ennek a folyamatos elvétele. Mert fontos az iszap koncentrációt a berendezésben egy viszonylag állandó tartományon belül tartani. Ebben az iszapban élnek egyébként a baktériumok is. Ha ezt az iszapot mind kivennénk a rendszerből, akkor nem maradna benne baktérium, ami tisztítja a szennyvizet. Viszont, hogyha túl sok van, akkor az meg dugulásokat, lerakódásokat okoz. Egyébként ez is, hogy mi az optimális iszapszint az adott berendezésben, az is függ a felhasználók számától, illetve a nyers szennyvíz összetételétől, tehát erre most nem tudok pontos számot mondani, mert ez változó lehet. És a lényeg, hogy a mi kis berendezésünknél a piacon egyedülálló módon meg tudtuk oldani, hogy itt is automatikus elvételre kerül az iszapnak egy része. Az alapeset más berendezéseknél az, hogy időről időre ki kell szippantani a fölös iszapot, így hívjuk, a rendszerből, ami azt jelenti, hogy vagy egy házi zagyszivattyúval el kell távolítani pár száz liter iszapos vizet a berendezésből, vagy ki kell hívni a szippantós autót. Jellemzően az ügyfelek a szippantós autót szoktak hívni. Igen, de ott ugye az is felmerül, hogy nem annyira figyelnek a cippantósok, esetleg kár tehetnek a berendezésben. Hát ennek, hogy az AB Clear kisberendezésben folyamatos ez az iszap elvétel, használatfüggően ennek több előnye is van. Ugye egyrészt ez, amit mondtam, hogy nem lesz dugulás, illetve nincs az, hogy túl kevés az iszap, mint ahogy mondjuk egy szippantós autó időnként lecsökkenti a koncentrációt, és akkor alig marad iszap, később túl sok az iszap, tehát hogy ez nem olyan optimális. Az AB Clear berendezésben ez viszonylag stabil szinten tartható, tehát ez az egyik előny. A másik előny meg, hogy nem kell kihívni a szippantós autót. A harmadik előny pedig az, hogy fel tudjuk használni magunk ezt a stabilizált iszapot, hiszen ez értékes tápanyag a növények számára, ezt ugyanúgy komposztra tudjuk helyezni, mint a konyhai hulladékot. Tehát mi nagyon büszkék vagyunk erre a fejlesztésre, mert úgy érezzük, hogy ez nagyon nagy segítség az ügyfeleink részére. Kettő kérdés az iszap kapcsán. Ez akkor szaktalan? Szóval nem büdös? Ez nem anyagról büdös. Beszélünk, hanem... Nem büdös, bár amikor kiszedjük, így zsákkal együtt, akkor ennek még kicsit ilyen folyékonyabb állaga van, mert ugye mindig ez a zsák szűri át, és azt szoktuk javasolni, hogy egy pár hétre tegyék félre egy bokor alá, vagy a kert egy nem használt sarkába, így zsákkal együtt, és utána borítsák rá a komposztra.
És akkor már nem iszap állaga van. És akkor van könnyen neken, hanem kiborul, könnyen igen, kijön. tehát akkor már jobban ilyen föld állaga. Milyen gyakran kell ezt a műveletet ismételnünk, hogyha... Hát mondjuk egy 4 fős családnál olyan 3 havonta mondanám. A 3 havonta mondjuk egy zsáknyi anyaggal kell foglalkoznunk, nem az, hogy akkor 3 havonta mondjuk ez egy napos feladat, és akkor egész nap visszatalanítunk. Nem, ez egy pár perces feladat. És a mi épületünk kapcsán még egy fontos dolog, amire ki szeretnék térni, a szűrő, amiről beszéltünk a telepítés során, hogy a szűrőnek miért van fontos szerepe egy ilyen rendszerben, mert hogy ez ugye opcionális tételként van nálatok, ha valaki él ezzel a lehetőséggel, akkor szívesen adjátok, ha valaki nem, akkor az kispórolhatja azt az összeget, viszont a veszélyekkel szembe kell nézni. Mit lehet beledobálni ebbe a rendszerbe, és mivel, hogyha valaki teledobálja valamivel, és mivel tudjuk megóvni a rendszerünket, ez lenne a következő kérdés. Uh-huh. Hát van egy nagyon szép ábránk, hogy mi mindent nem javaslunk a WC-ben lehúzni. Most itt nem sorolnám föl ezeket tételesen. És az a tapasztalat, hogy a családi háztulajdonosok ezt elég gyorsan megszokják, hiszen ők is tudják, hogy ez problémát okoz a szennyvíztisztítóban, dugulást okozhat, ilyesmi. Bár a szennyvíztisztító berendezésnek van egy kis kosárszűrője, amit ki lehet szedni és ki lehet üríteni. Viszont a probléma inkább ott szokott felmerülni, ahol vendégházként használják, vagy folyamatos a vendégjárás, mert ott ugye ez alatt a rövid idő alatt a vendégek ebben nem tanulnak bele, és beledobnak mindent, amit nem kellene, és ezeken a helyeken javasoljuk, hogy még a szennyvíztisztító berendezés elé kerüljön egy durva szűrő, és ez viszont megoldja ezeket a problémákat. Amúgy nagyon szeretjük a szennyvíztisztító berendezéssel való foglalkozásban ezt, hogy itt tudjuk a felhasználóknak a szemléletét változtatni, tehát itt már nem fogják a félcsirkét lehúzni a WC-n, vagy a konyhai maradékokat, vagy a féltornacipőt, vagy... Hát igazából találkoztunk durva dolgokkal. És akkor ezzel megmenthető. Első hallásra én is azt gondoltam, hogy ez megint egy költség, amivel az embernek szembe kell néznie, ami nyilván az építésnél előjön, de akár milyen oldalról is nézzük, hogy az volt a meggyőző számomra, hogyha tényleg valaki a rendszer ismerete nélkül használja, akár még jó indulattal is tehet olyat a WC-be, aminek nem kéne belekerülni, és ugye ezzel a dologgal meg tudjuk óvni azt, hogy a rendszert újra kell akár telepíteni, vagy pedig takarítani, mert nekem ez volt az, ami meggyőző volt, hogy ha mondjuk teledobálja valaki a rendszert mindenféle nem odavaló darabba, akkor nem tudunk benyúlni, kiszedni, ha nincsen egy durva szűrőnk, hanem akkor segítséget kell kérnünk a szakértői oldalra, ha jól értem, igaz? Van a berendezésnek is egy kis kosárszűrője, tehát ott azért fennakadnak ezek a nem odaillő dolgok, csak ez eldugul, hogyha ezt mondjuk akkor... jön a vendégsereg, és mi nem megyünk ki, és nem ürítjük ki a kosárszűrőt, akkor az ugye problémát fog okozni. Még hogyha van a durva szűrő, akkor az nem igényli a mi állandó munkásságunkat itt. Csak azt a megrendet tudja ellenőrizni tulajdonképpen, igen, hogy áll, igen, hogy igen. Állom. Azt fontos még elmondjam, hogy a WC-papír viszont nyugodtan mehet a berendezésbe. A kereskedelemben kapható WC-papírok nagy része az tényleg pár órán belül lebomlik a szennyvíztisztítóban. Van egy-két kivétel, erre figyelni kell, de a többség igen, tehát nem az van, mint külföldön, hogy sok helyen külön kosárba kell dobálni a WC-papírt. A papíron akkor mehet. Igen. De minden más nedves törlő, ami nem papír alapú, azokat akkor próbáljuk meg külön szedni, pontosan amiatt, hogy ezekkel ne szembesünk. És akkor az én záró kérdésem még az lenne, hogy igényele a megrendelő részéről akkor karbantartást, az iszap eltávolítását átvettük. Először hogyan veszük észre azt, hogy karban kell tartani az iszappal kapcsolatos dolgainkat? Megbeszéltük, hogy nem sok idő. Ezen kívül van-e valami? Folyamatosan jelen kell lennetek nektek, mint felügyeleti szerv akár javítás miatt, vagy pedig ha egyszer ez le van telepítve, akkor feltételezhetően az iszap eltávolításával és a szűrőnek az ürítgetésével vagy ellenőrzésével akkor nem kell megjelenetek éves szinten.
javítani? Vagy mik azok a visszaköszönő, hogyha van ilyen, vagy mik azok a problémák, amelyekkel az ügyfelek a legtöbbször fordulnak hozzátok, akár a saját fogyatékosságukból, akár pedig egyéb problémákból? A jogszabályok alapján üzemi naplót kell vezetni minden egyes kis tisztító berendezés működtetéséről, üzemeltetéséről, méghozzá naponta történő bejegyzésekkel. Minden nap írni kéne, hogy hogy áll a szennyvíztisztító rendszer. Igen. Tehát megvan a jogszabályban, hogy mit kell naponta ellenőrizni, mit kell hetente ellenőrizni, havonta ellenőrizni, tehát ez, mert végülis olyan szempontból jogos, hogy ez egy saját közmű, egy közműt üzemeltetek otthon, tehát ez tényleg nem egy lyuk a földben, és az a tapasztalatunk, hogy azok az érdeklődők, akik úgy fordulnak hozzánk, hogy ugye ezzel soha nem kell foglalkozni, nekik később is lesz nehézségük, mert minimálisan rá kell nézni mindenképpen, tehát ellenőrizni kell azt, hogy áram alatt van-e a kompresszor, megy a levegőztetés, valójában ez a lelke a berendezésnek, a légkompresszor. Egyrészt ez biztosítja az oxigént, azok részére, a baktériumok részére, amelyikek ezt igénylik, és ezáltal kerül forgatásra is a szennyvíz a berendezésben. Tehát ez szerintem a fő, hogy az oxigénellátás, és ezzel kapcsolatban szoktak hozzánk fordulni, megtörnek a föld alatt ilyen olyan levegőcsövek, mert tömörödik a föld, megsüllyed a gépészeti tartály, ilyenek előfordulhatnak. Egyébként sajnos, mivel a telepítés során gépi tömörítés nem lehetséges, csak iszapolni tudunk, ezért fel is hívjuk erre a figyelmet, hogy az első, főleg egy évben figyelni kell erre, hogyha esetleg ott a kis gépészeti tartály megsüllyed, vagy megbillen, azt meg kell igazítani, följebb kell emelni. Előfordulhatnak ezen kívül dugolások a berendezésben, ezzel szoktak még jelentkezni jellemzően, illetve szokott olyan lenni, hogy a baktériumkultúra vagy nem áll föl megfelelően, vagy kipusztul menet közben. Az ügyfelek körülbelül 95%-ánál, vagy egy kicsit több, előbb-utóbb ezt tökéletesen sikerül stabilizálni. Egy-két helyen nem, ott hát mindig kiderül valamit. Ott volt, ahol egy-két év után derült ki, hogy a családtag mondjuk a hajfestéket mindig a mosdóba küldi le, vagy szóval különböző turpisságok előbb-utóbb kiderülnek azokon a helyeken, ahol nem megfelelő a baktériumkultúra. Azt viszont mindenképpen verjük ki a fejünkből, hogy egyáltalán nem nézünk rá, mert nincs olyan rendszer, akár napelemes rendszer, akár bármilyen házi vízmű, minden valamilyen szintű felületet igényel. Erre nem is gondoltam, hogy tulajdonképpen egy saját közművet. Igen, a jogszabályok alapján ez az egyedi szennyvíztisztító, ez egyenértékű a csatornahálózatra való rákötéssel. Már pedig az sem működik felügyelet nélkül, mert hogy hát emberek dolgoznak azon. De azért az megnyitott, hogy nem kell akkor napi szinten azzal foglalkozni, emelgetni a fedélet, hogy hogy állunk. Az utolsó kérdésem az, hogy a fedélemelgetés kapcsán, hogy kell-e bármilyen speciális tudást beszereznünk ahhoz, hogy lássuk azt, hogy milyen állapotban van a rendszerünk, vagy pedig ez a telepítés során az emberek azok meg tudják tanulni, vagy valamilyen gyors talpon álló oktatás eredményeként ezt meg. Az a tapasztalatunk, hogy mindenki, aki szeretné, az meg tudja tanulni. Van néhány felhasználónk, aki ettől kicsit idegenkedik, de nagy részük megtanulja elég gyorsan, és hogyha segítségre van szüksége, igen, előbb kérdés is volt, tehát van lehetőség arra, hogy karbantartási szerződést kössön velünk, viszont ez a jelmondatunk, vagy szlogenünk is, hogy környezettudatos önellátó megoldások. Értem. Tehát mi azt szeretnénk, ha mindenki önellátó lenne, és ne fizessen nekünk olyan dolgokért, amit ő maga is meg tud csinálni, de aki mégis ezt igényli, van rá lehetőség, évi 4 alkalommal megyünk akkor ki, és van, aki ezt az első évben kéri, és ez alatt ő megtanulja, és utána már maga biztosan tudja üzemeltetni a kis berendezést. Ha a talaj kapcsán nincs ismeret, akkor az ügyfél ás egy gödröt elengedi vízzel, megnézi, megpróbálja, hogy mennyire tudja a talaj elvezetni, vagy pedig felvenni ezt a
folyadékot, és azt követően mi alapján határozatok meg, hogy mennyi szivárogtató kell a berendezés mögé. Hogy itt van egy szám, ami alapján mentek, itt a piacon eltérő módon garázdálkodnak az emberek, valaki többet rak, valaki kevesebbet. Hogyan lehet ezt túlméretezni, és hogyan lehet akár aláméretezni azt, hogy a talajból bugyog ki mondjuk az a víz, ami a rendszerből előjön? Hát a levegőztető berendezés mellett a jó működéshez a másik nagyon-nagyon fontos, hogy a szivároktatás jól működjön, ugyanis hogyha nem megfelelő működik a szivároktató, akkor visszadúzzad a tisztított víz a berendezésbe, ott mondjuk összefolynak a kamrák, teljes káosz lesz, tehát hogy akkor nem fog jól működni, és ezért mi fokozottan figyelünk arra, hogy a szivároktatók megfelelően legyenek méretezve. Ehhez egyrészt ugye a szivárogtatási próbával, vagy az említett labor vizsgálattal meg lehet állapítani a talaj K tényezőjét, és ebből, illetve a keletkező tisztított szennyvíz mennyiségből lehet kiszámolni azt a felületet, ami szükséges a szivárogtatónál. Hát ugye a felületnél a függőleges és a vízszintes felületeket máshogy súlyozzák. Lényeg a lényeg, hogy bármilyen szennyvíztisztítót vásárol valaki, vagy bármilyen cégtől, ez a tisztított szennyvíz, ez mindenképpen nagyjából annyi lesz, mint amennyi nyers szennyvíz bekerül a tisztítóba. Tehát senki ne higgye el, hogy neki elég lesz 3 méter szivárogtató cső. Ja, mert hogy ez is előfordul akkor, mert napelemes vonalon erre van egyébként rossz példánk, hogy van az a napelemes cég, aki mondjuk X terméket szolgáltat, és van a napelemes cég, aki mondjuk Y-t, és a kettő árai között egyébként van eltérés, de közben tudjuk, hogy X az prémium minőségű tartókat és vezetékeket használ fel a rendszerek kiépítés, az még Y azzal tud akkor előnyt nyerni a piacon, hogy mindenféle dolgot bedobál, és a kettő, a végfelhasználó, amikor elkezd nézni, azt mondjuk, hogy ez ennyibe kerül, ez pedig annyiba, akkor itt is lehet a piac vannak, akik esetleg csalnak ezzel, hogy a szivárogtatónak a mértékét, a méretét csökkentik azzal, hogy kedvezőbb árat tudjanak adni? Hát láttunk már ilyet, vagy ismerünk olyat, aki már hallott ilyenről, igen. És akkor ez egy olyan tényező, azt mondják, hogy elég lesz nektek a 2-3 méter, de közben nem. Ilyenkor mi a teendő? Tulajdonképpen mehetünk vissza panaszra, vagy pedig ráfogják majd arra, hogy ilyenkor általában utólag kell bővíteni a szivárogtatót, ami sokszor utólag már jelentősebb költség, hiszen addigra kész a kert, levonultak a kertészek, kész az öntözőrendszer, bármi, tehát utólag bővíteni a szivárogtatót, az jellemzően költségesebb, mint eleve nagyobb szivárogtatót készíteni. És a kertész kapcsán csak annyi, hogy beszéltünk az előbb arról is, hogy az iszapot el lehet távolítani ebben a rendszerben, ugye a család által, aki benne van, vagy akár az épület fenntartója által. Ellentében a piac egyéb szereplőivel ott nincs erre lehetőség, hanem ott akkor szippantós autót kell hozni. Ez is egy érdekes dolog, hogy fog bemenni a szippantós autó abba a területre, vagy arra a területre, ami már kertépített terület. Szóval akkor ez is egy nehezen. Ugye említetted az előbb inkább azt, ott az ilyen hegytetők, ilyesmik a kardinálisak, mert vannak szippantósok, akik azért elég hosszú csőrendszerekkel is fel vannak szerelkezve. A kert az csak akár lehet, hogy az többletköltsége van, meg tényleg kár tehetnek a berendezésben. Bedobják a csövet, összetörnek a belső. Meg hát költséges is. Tehát attól, hogy mondjuk ők csak fél köbmétert visznek el, általában kiszámlázzák az 5 köbmétert. Ja, az egész kiszállási díjat. És akkor még ott van az, amit beszéltünk, hogy valahová nincs is, nem is jut el a szippantós autó. Szóval van olyan hely, ahol azt mondják, hogy nem tud bemenni. Igen. Ha, szóval több előnye van, de akkor ez egy nagyon fontos információ, hogy mindenképpen legalább annyira fontos az elszivárgó résznek a pontos tervezés és kialakítás, hogy akkor azon ne spóroljunk és ne hagyjunk azt, hogy elhiggyük, hogy a víznek vagy a beérkező mennyiség az el fog tűnni, mert az nem tűnik, az valahová mennie kell ezen a szivárgón keresztül. Mi a tapasztalat? Elkezdődik a szennyvíz tisztítása, jön a napelem, milyen egyéb szemlebeli változáson esnek át ezek a felhasználók? Igen, vannak, akik hozzánk fordulnak már addigra, nagyon ilyen a szemléletük, hogy már eldöntötték, hogy ők valahol Tanyán sziget üzemmódba, és minden nagyon ökó és bió, de viszont nagyon sokan vannak, akiket hát első körben a kényszer visz rá
a szennyvíztisztító beszerzésére, mert enélkül nem kapnak építési engedélyt, például a Balaton körül, vagy használatba vételi engedélyt nem kapnak, és először ez kicsit ilyen bosszankodva élik meg, de aztán rájönnek ennek az előnyeire, és felhasználják mind a tisztított vizet, öntöznek vele, felhasználják a komposztként ezt a stabilizált iszapot is, és valahogy teljesen átalakul a szemléletük, a tisztítószereket lecserélik, és teljesen egy ilyen szelektív hulladékgyűjtésre állnak át, és az egész tehát sokkal környezetkímélőbb életmódot kezdenek folytatni, és erre nagyon büszkék vagyunk, hogy ehhez hozzá tudunk járulni. Formáljuk a népet. Egy dolog még megütötte a fülemet, ami nagyon érdekes lehet, hogy öntözünk ebből a nyert vízből. Hát hivatalosan gyökérzónásan, mert hogy ugye ebbe baktériumkultúra bontja le a szennyvizet, és attól, hogy a kifolyó csövön kifolyik a tisztított víz, az nem azt jelenti, hogy abba a pillanatban minden baktérium elpusztul. Tehát, hogyha mondjuk ezt összegyűjtjük egy tartályba, ezt a tisztított vizet, hogy locsolni szeretnénk vele, ebbe lehetnek csíraképes baktériumok. Viszont ezek nem olyan nagyon veszélyes baktériumok, például még igyekeztünk ennek utána nézni, de hogy például a talajban sokkal veszélyesebb baktériumok élnek már, mint ebben a tisztított szennyvízben. És úgy javasoljuk kilocsolni, vagy az, hogy csepegtető csővel, tehát talaj felszínen, vagy pedig vannak, akik ezt így akár szórófejjel is kilocsolják, de ott mindenképp az elég nagy elővigyázatosságot igényel, hogy mondjuk órákig ne menjen rá senki arra a fűre. Napfénynél ez pár óra alatt közömbösítődnek ezek a baktériumok, és a növények pedig nagyon szépek lesznek. És ilyenkor a szivárgó kell már átalakítanunk, szóval más típusú szivárgót kell építenünk, vagy onnan hogyan tudjuk kinyerni a vizet? Igazából a szennyvíztisztító berendezés és a szivárogtató közé tudunk rakni egy olyan tartályt, amiben összegyűjtünk valamennyi vizet, mondjuk egy köbméteres tartályt. Értem. Ez mondjuk főleg olyan helyeken lehet szerintem előnyös, ahol nincsen hálózati víz, és tényleg az ember el van zárva mindentől, de vannak növényei, akkor ez még egy olyan sok vízre nem kell számítani, mert mondjuk egy 4 fős család maximum fél köbméter szennyvizet, vagy tisztított szennyvizet termel egy nap, tehát ez nem egy olyan nagyon nagy mennyiség, de ez is azért jelentős lehet egy ilyen ingatlanon, ahol nincs egyéb vízforrás. Azt gondolom, hogy rengeteg kérdésre választ kaptunk a biológiai szennyvíztisztító rendszerek kapcsán. Akinek esetleg ez még nem volt elég, annak lesz lehetősége hamarosan ezt élőben is megnézni, természetesen csak így monitoron keresztül, mert hogy a cég eljött hozzánk a Balatonra, és akkor letelepítette ezt a 6 főre szóló szennyvíztisztító rendszert. Ott szintén egy szakértő lesz a segítségünkre, aki az egész folyamaton majd végig fog vezetni minket egészen az első lépéstől az utolsóig. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és örülök, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen. Köszönöm, szervusztok! Együttműködő partnereink a Masterplast, Baustil Kft. Az Újház Centrum tagja és a Henley Hansen Workwear.